Báró Veselényi Miklós az erdélyi reform ellenzék vezéregyenisége 1796. december 30-án született. Zsibón a Szilágyságban Báró Veselényi Miklós a Sibói Bölény és Nagyajtai Cserei Heléna 10. gyermekeként. A testi adottságait, amit az édesapjától örökölt, továbbfejlesztette edzéssel, gyaloglással, vadászattal és úszással. Tanulmányait pedig otthon, a Zsibói birtokon végezte magántanítók segítségével. A közéletbe először 1818-ban jelenik meg a vármegyei gyűléseken való felszólalásai által. 1820-ban egy hortobágyi utazás alkalmával találkozik gróf Széchenyi Istvánnal, és ez a kapcsolat meghatározó lesz a további politikai életében, bár el kell mondani azt is, hogy a két személy, Báró Veselényi Miklós és Széchenyi István merőben különböző típusú személyiségek voltak. 1821 és 22 között a két nemes egy hosszabb körútra indulnak Anglia és Franciaországban, ahol nagyon gazdag gazdasági, kulturális, politikai tapasztalatokkal térnek vissza. Hát, mint köztudott, ugye Báró Veselényi Miklóst az árvízi hajósként is szokták emlegetni, ugyanis 1838. március 13-án Budapesten kitört árvízben oroszlán részt vállalt a mentésben. Napokon át saját csónakján mentette az árvízi károsultakat, pedig már majdnem teljesen meg volt vakulva, és közben egy mondhatni úgynevezett politikai vagy koncepciós per is folyt ellene. Az ellenzéki reformtömörülésbe való tevékenységét Veselényi 1830 körül kezdi. Ekkor viszont a nézetei eltérnek a Széchenyi István nézeteitől, különböző utakon fognak járni. Ő lesz, mondhatni, az erdélyi reformellenzéknek az egyik legmarkánsabb, legbefolyásosabb vezetője. Ezért a politikai aktivitásáért aztán később a Habsburgház perbe is fogja. Így Veselényi ellen egy időben folyik két politikai per, az egyik ugye Erdély területén, a másik pedig Magyarországon. Végül az Erdély perből nem lesz egy érdembeli ítélet, viszont Magyarországon 4 éven keresztül kénytelen védekezni a politikai perekben. Ebben a védekezésben komoly segítségei voltak olyanok, mint például Deák Ferenc Kölcsei, vagy Benyovszky a híres ügyvédje az akkori kornak. Végül 3 év szabadságvesztésre ítélték. ...1840-ben az egészségi állapota és a szem betegsége miatt végül felmentik, és 1843 és 48 között hazatér a Zsibói birtokra, és ott tevékenykedik tovább. Veselényi különböző rendezvényeken, közéletben továbbra is részt vesz. Például 1848-as kolozsvári országgyűlésen májusban vakon és betegen nagyon fontos szerepe volt az uniónak a kimondásával Erdélyben. A közéleti, gazdasági, politikai tevékenység mellett köztudott, hogy fontos szerepe volt Veselényinek az oktatás és a kultúra fejlesztésében is. Például a Szilágyság története szerint ő volt a Zilai Református Kollégiumnak az egyik legkiemelkedőbb, legfontosabb mecénása, támogatója. Támogatta például a kollégium új épületének a felépítését, ugyanakkor finanszírozta az tanári állások betöltését is. Sőt, ami precedens értékű ugye az oktatás történelmében, a Erdély és a Szilágyság első óvodáját vagy kisdedóvó intézményét is maga Veselényi hozta létre még az 1830-as években Zsibón. Ami nem csak gyerekmegőrzőként szolgált ugye a parasztok és a jobbágyok gyermekei számára, hanem szakszerű nevelést, oktatást is biztosított. ...1848 őszén
mivel Veselényi már nem bízott a forradalom sikeres kimenetelébe, és az egészségi állapota is nagyon megromlott, úgy döntött, hogy családjával együtt Sziléziába, egy szanatóriumba utazik kezelésre. A szanatóriumba a hitvese Luxanna kezeli, ápolja, és végül 1850-ben úgy dönt, hogy hazatér Zsibóra. Viszont útközben sajnos tüdőgyulladás kap, és 1850. április 21-én Budapesten meghal báró Veselényi Miklós, az árvízi hajós. A temetése az csendes volt, és minden felhajtástól mentes. Este 6 óra körül temették el egy fekete kárpittal bevont koporsóval a Budapesten, ahonnan a holttestét később, egy évre rá a zsibói családi sírkertbe szállítják.